Szerbusztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Call of Cthulhu című játék végigjátszásánál. Hogy vagytok, kedves nagyok, kedves srácok? Remélem mindenki jól van, mindenki jól érzi magát, és remélem, hogy mindenki kész egy újabb bolondos kalandba fejest ugrani. Ne is szaporítsuk tovább a szót, hajrá, hajrá! Ugorjunk is bele ebbe a csodálatos játékba, ami ma 2018. október 30-án jelent meg. És jelen pillanatban, kérlek szépen titeket, éjfél után vagyunk, 40 perccel megvártuk a játéknak a hivatalos megjelenését évfél után, hogy ebből tudjunk itt déván tartalmakat gyártani nektek. Na, mielőtt beleugrunk a játékba, egy-két fontos dolgot azért meg kell veletek osztanom. Az egyik az az lenne, hogy ugyebár ez a játék mai új megjelenés, azért nyilván magyarítás, magyar felirat még abszolút nem készült hozzá, és alapjáraton nem is tartalmaz ilyeneket a játék, és mivel nem csak túlélő horror játékról van szó, e játék esetében, hanem szerepjátékról is. Ezért hát bizony nagyon sokat kell majd benne beszélgetnünk, olvasnunk, és bizony előfordulhat majd, hogy nem fogom tudni ugyanazt a pontos fordítást visszaadni nektek, mint amit mondjuk a játék megkívánna, de igyekezni fogok, viszont már most előre szólok nektek, hogyha van egy hangyányi kis angol hozzáértésetek, az nagyon jól fog jönni. Ugyanis biztos vagyok benne, hogy hasznosítani fogjátok, illetve az angol tudásodok is fejlődni fog majd a játék során. Na de, nem is szaporítom tovább a szót, kedves nagyok, kedves srácok, kezdjünk is akkor egy új játékot. Igen, belenéztem már a játékba, hogy a felvülő program hogy veszi fel, minden oké, remélem, hogy most már a hangerőm is oké. Ahogy láttátok, picit lejjebb vettem az imént. Na, most pont a fejem ugye ott van a felvételben, ezért elolvasom nektek, hogy az első fejezet Pierce Investigations Agency, Boston. Nézzük csak, az első fejezetünk majd Bostonban fog kezdeni 1924-ben, a főhősünk pedig Edward Pierce magánnyomozó lesz, és az irodájában fogunk majd kezdeni. Ah, szuper! Na imádom az ilyen töltőképernyőket, ahol nyomhatod meg a gombot, és akkor megy tovább, és akkor el tudod olvasni, mit ír ki a játék. Nézzük csak, Boston 1924, Edward Pierce első világháborúban harcolt veterán, az emlékeit alkoholba és altató pirulákba fojtja. He's now probably the detective who's trouble finding a case able to lift him up from his torpor. Ő most már egy magándetektív, és nem tud olyan ügyet találni, ami felemelni őt ebből a békasegge alatti állapotból. Pierce must find a new case quickly or risk losing his license. Pierce-nek gyorsan találnia kell egy új ügyet, amin dolgozhat, különben fennáll a veszélye, hogy elveszíti a titulusát, a licenszét. Belépés az őrületbe. Nem is az van kiírva, hogy press start, vagy press any button to continue, hanem enter madness. Ó, hát igen, H.P. Lovecraft-től fogunk azért idézeteket látni itt a játékban. Nos, ez nem úgy néz ki, mint egy bostoni iroda. Kerry! Na. Úgy néz ki, mintha egy barlang rendszerben tértünk volna magunkhoz. És amit látjátok, a játék egy belső nézetes játék lesz. Jó megszokott FPS irányításokkal irányítjuk a játékot, VOSD gombokkal mozgunk, egérrel nézelődünk, Space nem csinál semmit, C-vel googolunk, minden másról gondolom ki fog derülni előbb-utóbb, hogy mire jó. És ebben a barlangban látunk mindenféle fajta asztalokat, hordókat, faládákat, felboncolt, felszabdalt halakat. Igen, Shift-tel futunk. Igen, itt nem tudunk tovább menni, mert le van láncolva ez a kijárat, vagyis átjáró. Szóval itt szépen át sasszézunk. És íme az első fontos tárgy, amit szépen fel tudunk venni, a lámpásunk. Hurrikán lámpa, azt mondja. Igen, az E-gombbal tudunk felvenni tárgyakat.
Nem tudom, hogy ez a szimbólum esetleg később fontos lesz-e. Ó! Ó, de menő, lehet erősíteni is a lámpát. Ó, de jó. És akkor nem égel esetleg gyorsabban belőle a... az üzemanyaga? Ó. Szuper, vettem föl láncvágókat. Na azt itt tudom is kamatoztatni, ugyanis ez a kijárat is le van zárva láncokkal. Közben hallunk egy hangot, aki itt néha-néha beszél hozzánk. Több hal belsőség. Azt mondta a hang, hogy milyen... milyen... méltatlan gagyi felajánlás áldozat. Azt is mondja, hogy ne álljunk ellen, mert minket kiválasztottak. Shift-tel tudunk most már rohanni is. Na, ez már inkább néz ki egy irodának. Mi az első dolog, ami a rémáromból felpattanásodan eszünkbe jött? Utálom a viszkit! Hát... ez egy csodálatos kis álom volt. Nos, és mivel ez egy... mivel magándetektívek vagyunk, ezért sokat kell majd a környezetünkben matatnunk, megfigyelnünk, és ezt láthatjuk is, hogy épp próbál meg nekünk segíteni a játék. Nézd csak, megnézhetjük először a díványunkat, ahol szúnyókáltunk. Azt mondja Edward, hogy túl régóta nem aludt már egy rendes ágyban. Oké. Okay. Ez mi? I wonder why I still take these things. Altató bogyócskák, nézzük csak. Doctors prescribed them when I returned from the war. Aha, az orvosom írta fel ezeket nekem, miután visszatértem a háborúból. Azt ígérték, hogy ez majd véget vet a rémálmaimnak. De egy ideje már sajnos nincs hatással. Ahogy ha jobb egér gombot ilyenkor nyomba tartom, akkor tudom forgatni a tárgyat, ami itt van. Aha, de csak jobbra meg balra tudom forgatni. Ó, bocsánat, bal egér gombbal is lehet. Szuper, akkor nézzünk körbe, és tudjunk meg egy picit többet Pierce barátunkról. Holding your position and obeying orders. That is encouraging. Az elveszett csapat, azt mondja rá, vagy hadtest. Lost battalion. Holding your position and obeying orders. That is encouraging. A pozíciótok tartása és a parancsok teljesítése. Ez nem bátorság, azt mondja Pierce. Micsoda kis könyves polcod van itt. I used to be an avid reader. Azt mondja, hogy régen sokat olvasott. I used to be an avid reader. Gondolom mostanságban annyira nem. Yeah, yeah, csodás. Hát ez meg mi? Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Ó, ez gondolom a... aha. Az ügynökségi oklevele vagy bizonyítványa Pierce-nek. És azt mondja róla, hogy ez az ügynökség nem vonza a magas röptű ügyeket. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Na csak.
Lezárt ügy, Mr. Pierce részére. Azt mondja Pierce, hogy egy házas asszony megszökik a barátnőjével, és a férj pedig nem érti. Mi ez? A férj sosem értette meg, hogy a felesége miért hagyta őt el. Hetekkel az ügy lezárta után is folyamatosan próbált engem elérni. Igen. Hát jó. Bármi miatt is lépett le a felesége, biztos jó oka volt rá, gondolom. Mi van itt? A good old story of blackmail in a speakeasy. Ez egy megoldott ügy, nézzük csak. Ez egy zsarolásos ügy, nézzünk csak. The bar owner who hired me didn't like the way I closed this case. A bar tulajdonos, aki felkért engem, nem örült annak, hogy oly módon zártam le az ügyet, ahogy megcsináltam. De ha már törvényen kívüli vagy, nem tehetsz sokat olyan magándetektívek ellen, akiknek nyomos bizonyíték van ellened. Gondolom a bár tulajdonos meg akart minket zsarolni, de túl jó bizonyítékunk volt ellene. Natural sciences, linguistics, archaeology. Aha, tudományokról szóló könyvek. I should get rid of all this stuff. Azt mondja Pierce, hogy ettől a sok cucctól, képtől mind meg kéne szabadulnia. Itt a rádió. Kapcsoljuk vissza. Hát visszakapcsolni nem lehet, viszont a telefonunk elkezdett csöngeni. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherrifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? Wow! Oké, az ügynökségnek a titkárnője hívott fel minket, egy sajnálatos baleset történt, egy tűzben elpusztultak az irataink, szóval újra fel kell vennie az adatainkat, és ez konkrétan a szerepjáték jellege a játéknak, amikor ki kell osztani a képességpontjainkat a karakterünk bizonyos képességeihez. Oké, oszd el a karakterpontjaidat. Minden karakterpont egy ponttal megnövel egy képességet, nézzük csak. Eloquence, amatőr 20%. 4 képességpont kell ehhez a következő szint eléréséhez. Oké, ez a képesség azt teszi neked lehetővé, hogy minél nagyobb benyomást kelts másokra a szavak erejével. Hogyha ezt a képességet megnöveled, akkor nagyobb sikerrel fogsz másokat manipulálni vagy meggyőzni beszélgetések során. Oké, Spot Hidden. Spot Hidden represents your ability. Aha, ezzel a képességgel könnyebben veszünk észre elrejtett tárgyakat. Igen. An undiscovered object will not appear in game. Oké. Pszichológia. Pszichológia képezi a tudományodat az emberi viselkedésről. Ha ezt a képességedet megnöveled, akkor nagyobb eséllyel érted meg más emberek motivációit a viselkedésük alapján, vagy tárgyak megvizsgálása alapján. Nyomozás. Nézzük csak. Igen, ez ugyebár a nyomozási képességeinknek az erősségét idézőjelben képviseli. Ha ezt a képességet megnöveljük, akkor nagyobb eséllyel értjük meg a múltban történteket, miközben egy bűnhelyszínt vizsgálunk,
vagy egy tárgyat vizsgálunk, vagy pedig zárakat törünk fel. És akkor van egy olyanunk, hogy orvoslás. Ha jól látom, mindegyik képesség már van valamilyen szinten a nyomozás az professional, tehát profi szinten van, az erő is profi szinten van, tényleg? Na csak. Igen, ugye az erő azt a képességet jelképezi, hogy mennyire vagyunk nyilván erősek. Hogyha ezt megnöveljük, akkor nagyobb sikerrel tudunk felfeszíteni ajtókat, illetve a saját erőnkkel mozgatni különböző félefajta szerkezeteket, illetve fizikai vagy verbális erőszakot alkalmazzunk nagyobb sikerrel. Ho-ho, oké. Oké, ez a beszélő képességünk amatőr, a rejtett tárgy észrevételünk amatőr, pszichológia az is amatőr, igen, annyira nem vagyunk nagy társasági emberek ezek szerint, viszont az okkultizmus és a gyógyszerészeti képességünk az, hát ez elég gyér. Igen, a medicine represents your medical knowledge, igen, ezzel a orvoslásban való jártasságunkat növelhetjük meg. Hogyha ezt a képességet növeljük, akkor nagyobb eséllyel tudod megmondani egy drognak a dózisát, diagnózist készíteni, illetve egy orvosi problémát megérteni, nagyobb eséllyel tudunk ilyenkor. És az okkultizmus ez mit jelent? Aha, igen, az okkultizmus képessége az okkult tudományok iránti hát tudásodat jelképezi, hogyha ezt megnöveljük, akkor increase your chance of determining the use of origin of occult. Akkor nagyobb eséllyel tudjuk megmondani, hogy a okkult tárgyakat pontosan hogyan is, meg mire is lehet használni, valamint a mítoszok iránti tudásunk is növekszik. És akkor látom, itt villog, hogy 8 karakterpontunk van. Okkultizmus 4-et kér. A orvoslás az 2-t. Aha, igen. Hú, wow! Rakjunk akkor a rejtett tárgy észrevételre. 1, 2. Aha, és így az már profi lett. Rakjunk. Ha, értem. Szuper. Jó, és akkor így egyelőre kicsikét eloszlattuk a pontokat. Királyság. És akkor tényleg ezt akarod? Igen. What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, szóval van azért munka, csak... Csak Pierce nem igazán fogad el mostanság új munkákat. És rászóltak, hogy elnye-belnye. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem. And I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work.
The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Na! Oké. Na közben látom, hogy lehet egy naplónk is, amit a jégomba tudunk előhozni. És hű, barátom, itt aztán lehet olvasni kőkeményen. Oké, vizsgáld meg a Hawkins aktát. Szuper, na, az előző átvezető animációban egy úgynevezett Stephen Webster nevű viszonylag gazdag hapsi meglátogatott minket, és arra akar minket felkérni, hogy a mostanában elhunyt lányának az ügyét derítsük fel, ugyanis a rendőrség szerint a lánya megölte a férjét, illetve a saját fiát is, ugyebár Websternek így az unokáját, és elvileg egy háztűzben haltak meg. Na de Webster úgy gondolja, hogy az ő lánya nem lehetett ilyesmire képes. És The Case, igen, itt írja is a játék a feladatainkat. Aha. Pierce Investigation Agency, aha, és akkor itt... Ó, most nézem, hogy itt Pierce azért csinál jegyzeteket is. És pont ez az egyik. Stephen Webster egy gazdag férfi jött az irodámba. Azt akarja, hogy nyissam újra a Sarah Hawkins ügyet, melyet a lánya után neveztek el, aki egy tűzesetben halt meg az egész családjával együtt. Meg kell vizsgálnom a dokumentumokat, amit hozott nekem, azért, hogy többet tudjak meg az esetről. Nézzük csak is, ugyebár Stephen hozott magával egy festményt, ugyebár a lánya Sarah Hawkins egy festő volt, és Pierce is mondta, hogy igen, ismerem az ő műveit, és Sarah egyik festményt hozta el nekünk, ami elég bajjóslatúan néz ki. A Strange Picture. Egy fura festmény, amit Sarah Hawkins festett, nem sokkal a tragikus halála után. Azután lett elküldve az édesapjának, miután a művésznő meghalt. A meggyőződése, hogy maga Sarah küldte ezt el neki. Elhozta nekem a festményt azért, hogy megvizsgálhassam. Oké, a orvosi kezelésém ellenére ismét hallom a hangokat az álmaimban. De most más, ismeretlenek. Olyan, mintha ismeretlen mélységekből jönnének elő. Miféle ismeretlen lény hívhat engem? The doctor can well repeat to me that. Az orvosok mondhatják azt nekem, hogy már nincs szükségem a időzőjelben gyógyszeremre, hogy az emlékeimet kordában tudjam tartani, de tudom, hogy ha abba hagyom a szedésüket, akkor az emlékeim visszatérnek. Talán az egyik reggelen fel se fogok ébredni. Oké, és akkor tudunk itt különböző menükben matatni. Aha, itt tudjuk Pierce-t. Itt tudjuk Pierce-t is megnézni. És most nézem, hogy külön almenü van az épp elménkre. Mentális trauma. És jól látom, egy ilyen kis jelképünk már van.
Az elme állapotunkra azt írja a játék, hogy stabil. Confident in your abilities and your Cartesian mind, you conduct your investigation by sticking to the facts. Aha. Igen. Oké. Tehát stabil az elme állapotunk, ami annyit jelent a játék szerint, hogy magabiztosak vagyunk a képességeinket illetően, józan eszünk van, és a nyomozásunkat a tények alapján csináljuk, illetve a valóság alapján következtetünk, és a valóság alapján működik az ítélő képességünk is. A következtetéseink pedig logikusak, és megbízhatóak. Nézzük csak, talán itt az első mentális trauma az az, hogy rémálmaink vannak. Edward Pierce az első világháború egyik veteránja, ebben az offenzívában vett ő részt. Mouse Argonne Offensive. Aha, ő az egyike a Lost Battalion, vagyis az elveszett hadtest kevés túlélőinek. Egy amerikai egységnek, ami erős, nagy veszteségeket szenvedett az ellenséges tüzérség miatt. Arra voltak rákényszerülve, hogy több napon keresztül tartsák a pozíciójukat, miközben a saját csapattagjai, a saját elhunyt csapattagjai testeik vették őket körbe, ráadásul élelem és gyógyszer nélkül. Oh. Igen, és vannak, akiket soha nem találtak meg az eset után. Pierce elméjére pedig ezek az emlékek, ezek a történések nagyon rosszul hatottak. Folyamatosan altatókat vesz be likőrrel együtt, tehát alkohollal iszza meg őket, hogy ezeket a rémálmokat kordában tudja tartani, amik kínozzák őt. Pierce, dammit! Darkwater. Ha erről a helyről még nincs információnk, csupán az irodánkról. Az én magándetektív ügynökségem, amit a Wentworth detektív ügynökség szerződtetett le. A nagyháború után úgy döntöttem, hogy Bostonba tartok, ahol valószínűleg bőven van elég munka a hozzám valók számára. Az egyik kisebb ügyet a másik követi, eltűnések, amik nem eltűnések, és egyébféle fajta megoldatlan ügyek. Aha. Az öreg irodai díványok nem annyira kellemes, mint egy igazi ágy. És valószínűleg ki kéne már dobnom ezeket az üres üvegeket. De az iroda egyelőre az enyém, jelen pillanatban. Most van egy okkult menüpontunk is, ami még üres. Van egy nyomok menüpontunk is, ami még mindig üres. És itt van az eszköztárunk, ahol egyelőre csak egy öngyújtó van, amin Pierce egységének a neve szerepel, meg számok. Nézzük csak, az én régi öngyújtóm, amiben belevéstem a 77. gyalogsági divíziónak az emlékét, és az embereket, akik az elveszett hat testből elhunytak. 10-7-18. Oké. Hát mielőtt felvettük volna a telefon, tudtunk volna itt még valamiket csinálni az asztalunkon, de... hát most már nem lehet. Na gyorsan olvassuk el ezt a... A warehouse on Darkwater. Hát, amit hozott nekünk. Az úriember. Nézzük csak. Ez a Darkwater egy hely lesz majd, ahová menni fogunk, annyit tudok. És van ott elvileg egy raktár, illetve rajzok a Hawkins családról. Pierce azt mondja, hogy ez nem túl sok. Nézzük csak, shipping label. Most of it is unreadable, but I can make out a part of the address. Aha, ez egy szállítólevél, aminek a nagy része olvashatatlan, de ki tudom olvasni rajta a címet. 36-os raktárház, Darkwater. Van itt még egy rendőrségi jelentés is. Azt mondja, hogy
A tűz az ebédlőben kezdődött, és ott is érte sajnos az egész családot. A rendőrség ezt balesetnek nyilvánította, de ugyanakkor kiemelték azt, hogy Sarah Hawkins mentálisan instabil volt. Miért? Valamint van itt egy újságkivágás is, egy cikk, amit Sarah és Charles Hawkins házasságáról írtak. Charles Hawkins pedig Darkwater szigetéről származó bizniszmen volt, tehát kereskedő. Nem biztos, hogy kereskedő, de na, bizniszmen volt. They live a cruise life. Aha. Ők a saját fiúkkal, Simonnal élték az életüket. Bizniszmen, üzletkötő, mégis ez most teljesen mindegy. Na, akkor jöhet az érdekes dolog. Megvizsgálni végre a festményt. Tudunk vele beszélgetni? Nem. Oké. Okay. Szegény annyira nincs megilletődve, hogy meghalt a lánya. Meg az unokája. Ah! What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Oh! Na, Pierce azt mondja, hogy az alaknak, a festményen, a mellkasán van valami szimbólum, és úgy gondolja, hogy Sarah azzal a szimbólummal valami üzenetet akar elrejteni a festményen. Ó, oda nézzetek, mennyi választásunk van, hogy mit mondjunk neki. Szóval, Mr. Pierce, mit gondol erről? Nézzük csak, you shouldn't take this painting lightly. Aha, tehát nem kéne könnyelműen kezelni ezt a festményt. Igen. Olvastunk a mentális, mondjuk azt, hogy érzékenységéről, ez így talán kicsit szebben hangzik a rendőrségi jelentésben. Valami nem stimmel ezzel az egész történettel. Aha. Jó. Hát maradjunk a nyomozó, illetve professzionális válasznál. Valami nem kerek ezzel a történettel. Igen, szeretném kiválasztani. Szeretnék neki válaszolni. Shit. Hogy kell ezt csinálni? Várjál, megpróbálom a különböző gombokat. Space. Enter. Vagy az E betű. Nem. Várják, a kontroller talán segít. Her husband was a big deal on the island. Kontrollerrel csináltam meg. Though they mentioned Sarah. Rámentem a városba, megnyomtam az A gombot. És I believe you are right, sir. This case is not as simple as that. That's a good sign. Aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Igen, na igen. Webster is úgy gondolja, hogy kicsikét mélyebben nyúlik ez az úgy, mint egy egyszerű tűzbaleset, azt jaj, mindenki meghal. Hát igen, oké. A beszélgetéseket kontrollerrel fogjuk csinálni. De szar. Pedig úgy örültem neki, hogy ezt most egérre billentyűzettel fogjuk játszani. Se baj. Xbox, gyere ide kérlek. Nagyon jó. Te leszel az én beszélgetős kontrollerem. Na, akkor... hát... jó, beszéljünk a Sarah-nak az elmeállapotáról. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that?
I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. No, hát igazából Webster elmondta most azt, hogy a lányának voltak látomásai, de a lénynek nem tudott volna ártani. Oké, okay. Na. Akkor a... kérdezzük meg, hogy hol éltek. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Ah, Sarah lived there with her son, sziget. Her husband. I suppose Boston you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. És Webster azt mondja, hogy valószínűleg ott van a... az egész dolognak a nyitja, szóval el kell majd oda menni, nyomozni. Csak kérdezzük még őt a 36-os raktárról. The sender's label mentions warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find warehouse 36. Aha! Tehát a festménnyel együtt jött ez a szállítólevél, amin rajta volt a raktárnak a címe, és Webster úgy gondolja, hogy van ott valami, ami fontos lehet. Na, akkor beszélgessünk erről a festményről. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. Mm-hmm. That's what I believe too. It was 3 months ago that I received the call from the priest telling me of my daughter's death. Hát akkor nem mostanság halt meg szegény. This painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Okay, valamiért ez a opció még mindig világít. The sender's label mentions. That's right. And you think you're... That is what go to dark. Aha, de új dolgokról nem lehet vele beszélgetni. Oké, okay, most mondjuk azt, hogy ez az összes információ, ami kell nekünk. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You will be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Jól van, nézzük csak. Oké. Okay. Kicsit utána kell néznünk Darkwaternek, aztán oda kell mennünk. Igen. Már csak az maradt, hogy elmenjünk Darkwaterbe. Vagy re. Igen, és biztos vagyok benne, hogy találok valamit Darkwaterről a könyves polcomon. Ó, szuper! Na, kezdenek jönni az infók. Stephen Webster, 63 éves, occupation, businessman, oké. Okay. Businessman. Wealthy businessman, well respected in the Boston area. Pillanat türelmet kérek, srácok. Még miért nagyon tovább megyünk, előhívom a Google fordítót is, hogyha olyan helyzet van, akkor tudjon nekünk segíteni. Énni. Szuper. Szóval, oké. Stephen Webster, ugye 63 éves, foglalkozása üzletember. Egy gazdag üzletember, aki nagyon tisztelt, mélyen tisztelt Bostonban és körzetében. Stephen Webster azért jött hozzám, hogy... hogy nyomozzak a lánya halálügyében, vagyis Sarah Hawkins halálügyében. Elhalálozásának ügyében. Nem fogad el ellentmondást, lemondást, illetve olyan igazságot, ami nem állja meg a helyét. Bármit megtenne azért, hogy bebizonyítsa, hogy a lánya nem őrült meg.
Charles Hawkins, atyai, úgy néz ki ez a csávó, mint a Vampir című filmből a... filmből, videójátékból a fős. Azt mondja, elhunyt. 41 éves, foglalkozása hajó tulajdonos. Charles Hawkins Darkwaterben egy helyi híresség volt. Nézzük csak. Egy haló tulajdonos családnak az örököse, aki rengeteget szokott utazni. Sarah Hawkins-t egy a Párizsba való útja során ismerte meg. Szerelmesek lettek, összeházasodtak, és Hawkins elvitte őt Darkwater távoli szigetére. Kettőjüknek született egy fia, Simon, és egy nagyon titkos, zárkózott életet éltek. Nézzük csak, Sarah Hawkins, ő is ugyebár elhunyt, és ő Stephen Websternek a lánya. 33 éves, foglalkozása, ugye volt foglalkozása, festő. Sarah Hawkins egy festő, akit az ő, hát mondjuk azt, hogy megkínzott művészeti univerzumáért ismertek. Szinte istenítették őt a leges legfurcsább munkája miatt. Illetve ritkán mutatkozott a publikumban is. Pont. Aha. Hirtelen eszembe jutott, hogy néha-néha mondta azt, hogy azt festem le, amit az álmaim sugnak nekem. A házassága Charles Hawkins-szal évekkel ezelőtt nagyon sok ilyen magas szociális státuszban lévőt meglepett. No csak. A gazdag bostoni... ezt a szót viszont megnézem, hogy ez mit jelent. Mindjárt megvan, szívecske, köszönöm szépen, de hagyd csak. Örökösnő. Ah, szuper. A gazdag bostoni örökösnő, ki arról volt híres, hogy nagyon szereti a bulikat, és most szeret partikba járni. Aha, pedig elvileg, ha jól értettem, akkor ritkán ment publikus helyekre. Kit érdekel, lehet zárkózó partik voltak, nem tudni. Szóval azt választotta, hogy az új férjét a Darkwater szigetére kövesse, és ott éljenek együtt. Eltűnt a címlapokról, az újságok címlapjáról, és soha többé senki nem hallott róla semmit. Hát akkor nem volt olyan... akkor nem lehetett ő olyan annyira ritka a publikumnál, akkor viszonylag sokat mutatkozott, és elég híres volt, és szerették őt az emberek. Igen, 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 köszönöm drága, tehát miután összeházasodott utána, igen, köszi. Igen, even her death, aha, még a tűzáltali halála is rejtély maradt. Csak is kizárólag az apja, Stephen Webster folytatta az igazság felgöngyölítését. Na, itt van Simon Hawkins, ugyebár ő volt Charlesnak és Sarahnak a fia. 11 évesen elhunyt, és még iskolás volt. Van az egyetlen fia Sarah és Charles Hawkinsnak. Elhunyt a tűz esetben, ami az egész családnak a halálát okozta. Hoho, na megvan az első okkult fájlunk. Sarah Hawkins festménye. Oké, Edward Pierce ír jó sok kedves, kellemes szort Sarah Hawkinsról meg a művészetéről. Legyen elég röviden, tömören annyi, hogy Sarah Hawkins művészete
egy, és az egész világa, ahogy ő fest, egy portál egy másik dimenzióba. Olyan érzése van, mikor az ember ránéz. És ebben egyetértek. Szuper, és akkor itt lesznek a nyomok is, amiket eddig felfedeztünk. Na és itt egy picikét azért emberibben is, köznyelvűben is le van írva, hogy mit gondol Pierce erről a festményről. Ez a festmény egy szörnyű alakot ábrázol, aki egy nőt és egy gyermeket fenyeget. És tényleg ott a gyermek is a nő mögött, eddig fel se tűnt nekem. Aha. A háttérben tüzek tűnhetnek fel. Steven Webster, Sarah Hawkins apja, úgy gondolja, hogy ez kapcsolatban áll a lánya halálával. Ha, és meg lehet nézni. Ó, és itt is, így is lehet forgatni. Hű! Szuper. Ezt is? Oh! Nagyon szép. Na, ez mi? Oh, ital. Ne. Hagyjuk az itókát. Na, nézzük csak... I used to be an avid reader. Natural sciences, linguistics, archaeology. Dark water is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Na, itt is van Darkwater szigete. Pierce azt mondja, hogy sose hallott róla, pedig itt van Bostonnak a közelében. Nézzük csak, a Darkwater sziget a... Nézzük csak... Igen, oké. Szóval... Darkwater szigete a 14. évszázad óta lakatlanul áll. Aha. And is still rich with many memories. Aha, és még... És még így is gazdagon vannak ott emlékek, mementók az elveszett törzsektől. Na csak. Na csak. Jó. Lényeg a lényeg, hogy a régi években, a régi évszázadokban ért törzseknek az emlékei, maradványai, rajzait a mai ember már nem igazán érti. És senki sem tudja őket értelmezni, mert a mai lakosok azok büszke bánavadászok fiai és lányai, akik... Wow. Akik viszont emlékeznek rejtélyes történetekre a közeli Massachusettsből. Ha jól értem. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. És ez itt milyen köt? The Learning of Medicine, Volume 1. Az orvoslás tanítása, első fejezet. De jó. Aha. A könyvnek ezen első fejezete az összes ismert betegséget leírja, illetve tartalmazza a civilizált világban. A civilizált világban ismert összes betegséget. In details, the symptoms and suitable treatment. Mind a tüneteket és a megfelelő kezelési módot. Szuper is. Mi történt? Puff, puff, puff. Cica, ne játsszál a kábellel. Oké. Darkwater szigete.
Úgy nézhet ki, mintha a világ megfeledkezett volna ennek a elhagyatott sziklának a létezéséről, amely Boston partjainál található. Ez egy kicsi, szinte lakhatatlan sziget, aminek a partja meredek sziklákkal és éles zátonyokkal van teli, és a nyílt tengerre csak is egyetlen egy kijárat van. Főleg bálnászok leszármazottjai lakják, akik az 1800-as években egy ellátmányozó posztot hoztak itt létre. Ennek a tevékenységnek az összeomlása nagyon keményen megviselte Darkwatert. És hát elutazni oda nem igazán valami jó dolog. Tehát igazából senki nem akar túlzottan oda menni. Értelme túlzottan nincs. Kíváncsi vagyok, hogy ezzel a... Aha, igen, itt írja is a játék, hogy az orvoslás és okkultista képességeimet lehet fejleszteni azzal, hogyha a környezetben különböző tárgyakat találok meg. Szuper, és ezzel remélem, hogy mivel megtaláltuk ezt a kis könyvecskét itt a székünkön, ezért a orvoslás az fejlődött. És most szépen elhagyjuk ezt az irodát. Kaptunk egy képességpontot. Na, a Darkwater-i kikötő. Pierce elfogadta a Hawkins ügyet. The cursed artist is accused for having caused the fire. Az elátkozott művésznőt azzal vádolták meg, hogy ő okozta a tüzet, amely megölte őt és a családját is. Egyetlen egy nyomként az apjának hagyott egy elég felzaklató festményt. A szállítólevélen, mondjuk így, egy cím szerepelt, egy raktárház címe, amely Darkwater szigetének a dokkjainál van. Ez a hely lehet Pierce nyomozásának a kezdőpontja. Yes. Ó, látom, már más kedvenc youtubereim is nyomják a játékot. Na hajrá. Neki mennyivel könnyebb, mert ők alapból angolul beszélnek. Én is megtehetném, mi? Yeah, I could do some walkthrough videos like this. Csak akkor meg ti nem értenétek, kedves lányok, kedves srácok. Egy részletek biztos nem. Vagy csak alig-alig. Nem sokára ott vagyunk, azt mondja. Call of Cthulhu. Nem Dark Corners of the Earth. Látom, hogy itt van egy jó pár zátonyra vetett hajó.
rám, amire futott. Stay on board. There's guys coming to unload. Unload the shit. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain, for